A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai adásban elkalauzoljuk Önöket egy különleges koncertre. Ezt követően megmutatjuk, hogyan zajlott a biztonság hete városunkban. Majd beszélgetünk egy sokakat érintő témáról is. Tartsanak velünk! Különleges koncerttel örvendeztette meg a székesfehérváriakat az Abbars és a Grand Chow mezei Hok Miklós kvartett. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum már 2022 óta szervezi meg nagy sikerű jazz estjeit. A nagy érdeklődésre való tekintettel gondolták úgy, hogy most több jól ismert zenekar koncertjének hangulatát varázsolják a színpadra. 2022 óta szervezzük a Kis György segítségével a jazz koncerteket a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban és itt a látogatóközpontban is. És ezek a koncertek annyira felkeltették az érdeklődését másoknak is itt a kis kisiny hazánkban, hogy a BMC, a Budapest Music Center egy megállapodás keretében több nívós magyar zenekarnak a koncertjét hozza ide hozzánk a látogatóközpontba. A idejében már 3 ilyen koncertünk volt, és ebben az évben még lesz további 3, illetve jövőre is 3, tehát szeptember, október, november, január, február, márciusban lesz egy-egy koncert, ahol a magyar free jazz szénának a legjobbjai mutatkozhatnak be, és vendégek is fognak jönni. A fellépők mindegyikét személyes és határozott zenei stílus jellemzi, valamint az improvizáció is jelentős szerepet kap egy-egy fellépésükön, így most a szabad zene világát tárták az érdeklődők elé. Hok Ernő közel 14 éve játszik Nagybőgőn, a 2000-es években számos, a pályáját meghatározó zenésszel ismerkedett meg, a zene iránti szerelme azóta is töretlen. A Nagybőgős szeptemberi fellépésén elárulta, nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy az Abbarszal együtt léphetett színpadra. Ez már így, nekem önmagában egy ilyen nagy dolog, és amúgy meg persze az, hogy így ez a 4 ember, aki alapvetően ennek a zenekarnak a magja, az így együtt játszik, most már hát nem túl régóta, 2 éve körülbelül, az önmagában egy ilyen alapjóság, úgyhogy ez a két dolog, így ez a két oldal így szépen összejött, összeállt. Éppen ezért egy különleges koncerttel szerették volna megörvendeztetni a fehérváriakat. Hát a repertoár alapvetően sok szabad improvizáció, tehát többnyire szabadon fogunk játszani, úgyhogy sok időm nem volt kidolgozni darabokat, bármilyen kis témákat, bármiket, úgyhogy többnyire ez egy ilyen abszolút jelen idejű zene. És hogy hogyan is kell mindezt elképzelni? Fülelünk, valaki valamit elkezd, csatlakozik valaki hozzá, vagy mindannyian, adogatjuk szépen így a szavakat, mondatokat, frázisokat, történéseket, és akkor ez így összeáll így zenévé. A szabad zene világa tárulhatott azok elé, akik részt vettek a még szeptember elején megrendezett koncerten az Egyházmegyei Látogatóközpontban. Az esemény a Felhangolva című program keretében valósult meg. A biztonság hetét már 8. éve szervezi meg az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága és a Magyar Biztosítók Szövetsége annak érdekében, hogy felhívják az emberek figyelmét a balesetek megelőzésére. Idén az e-rollerek, a gyalogos és kerékpáros közlekedés kerül a programsorozat középpontjába.
Székesfehérváron a Németh László általános iskolában ismerkedhettek meg az alsósok a baleset megelőzés minden aspektusával. Biztonság hetéről annyit kell tudni, hogy idén ismét útjára indította az Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a Magyar Biztosítók Országos Szövetség a Biztonság Hete programsorozatot, aminek apropója az autómentes világnap, illetve puskázak a biztosítási világnap, tehát ezért is csatlakozott a Biztosítók Szövetsége. Az országban minden vármegyében, illetve több településen kerül egy úgynevezett tematikus biztonsági nap megtartásra. Itt most mi idén a Németh László általános iskolába jöttünk, és erre a rendezvényünkre a 9 alsós, tehát az alsós évfolyamból a 9 osztályt hívtuk meg, 9 helyszínt alakítottunk ki, amit forgószínpadszerűen teljesít a 9 osztály. A nap folyamán nem csak balesetmegelőzési feladatokat próbáltak ki a gyerekek, hanem belekóstolhattak a bűnmegelőzésbe, a kormányhivatal által a munkavédelembe, de megismerkedhettek a tűzoltóság, a Magyar Közút, illetve a Magyar Vöröskereszt munkájával is. Mi már ugye azt szemléltetjük, amikor már a baj van, tehát ugye az eszméletlen beteg stabil oldalfekvő helyzetbe helyezését, amikor pedig már valaki nem vesz levegőt, ugye akkor megtanítjuk a gyerekeknek az újraélesztést, és van egy új szimulációnk, a Heimlich-féle fogást tanítjuk, ami pedig a fulladást, tehát hogy kell a falatot kinyomni a mellkasból. Ez a 3 feladat van most itt nekünk. Tóth Mihály is részt vett a programon, neki az újraélesztés tetszett a legjobban. Volt újraélesztés, szerintem nagyon jó volt, mindent ki lehetett próbálni, és kaptunk cukrot, meg állatkákat lehetett választani. Szókeresőt kellett csinálnunk, és nekem eddig nagyon tetszett. Pap Hanna minden feladatot kipróbált, ő a tűzoltós bemutatón töltötte a legtöbb időt. Hát a tűzoltóságnál, meg a mi kell a biciklire, hogy biztonságos legyen, meg a hótolónál, meg a úthengernél bele lehetett ülni. A biztonság hetében idén kiemelt figyelmet szentelnek a gyalogosokra, a kerékpárosokra, a mikromobilitási eszközökkel közlekedőkre, a segédmotoros kerékpárosokra és a motorosokra. Általános tapasztalat, hogy a közúti közlekedésben különösen ők szenvednek súlyos sérüléseket. Egy ma már népbetegségnek számító, sokakat érintő problémáról beszélgetett kolléganőm, Kovács Szilvia, Mosolygó Éva házi orvossal. A következő percekben az elhízásról hallhatnak a nézőink. Nagyon fontos problémára szeretnénk felhívni a figyelmet Mosolygó Éva házi orvos állandó szakértőnkkel, hiszen az elhízás az egy nagyon komoly probléma, ami sokakat érint. Majd mindjárt megbeszéljük azt is, hogy hányunkat érint. Nagyon örülök, hogy újra itt vagy, és egy újabb témában tudunk beszélgetni. Köszönöm szépen! Hát ugye az elhízás, szokták mondani, hogy népbetegség. Én most itt kutakodtam egy picit, és úgy láttam, hogy az Európai Unió 27 tagállamában mintegy 200 millió felnőttet érint, hazánkban pedig a lakosság közel 2/3 érinti. És minden negyedik gyermek túlsúlyos. Ezek nagyon csúnya számok. Ez tényleg így van? Igen. Betegség következményeket is látunk. Olyannyira így van, hogy már gyermekkorra húzódott az az idő, amikor ezzel muszáj, utolsó pillanat után vagyunk, amikor foglalkozni kell ezzel. Igen, és egyébként jó, hogy beszélünk erről, hogy gyermekkor, mert egyébként én tényleg azt látom, csak a saját környezetemben, ha körülnézek, hogy tényleg nagyon sok az elhízott gyermek. Tehát, hogyha mondjuk most így abba gondolok bele, hogy mennyit láttam nyáron mondjuk strandon, ez félelmetes is, hogy ez vajon miért lehet, hogy nem figyelnek oda a szülők, vagy hagyják a gyereket kicsit jobban enni, vagy esetleg van olyan, aki hajlamosabb erre, vagy nem hajlamosabb, majd még ezért erről is beszélünk, tehát hogy mi lehet az oka annak, hogy mostanában ennyi gyermek? Ez mindig az, amit mondtál, hogy az a tendenciának, mi az oka annak a tendenciának, hogy egyre több a gyermek túlsúlyos, az nyilván egy nagyon komplex kérdés, az életmódunkkal függ össze, és arra már persze rájöttünk, hogy ennek a megoldása nem az iskolai tornaóra lesz, az is rendkívül fontos, és minél több iskolai mozgás is rendkívül fontos, de hogy a szülői szemlélet, a szülői minta, az életmód, az étkezésnek a kultúrája, a rendje, a szokásai,
ez mind-mind egy jó nagy csomag, amivel nagyon sok tennivalónk van. Ugye szokták mondani gyerekkorban, hogy ugye megjelennek ezek a kis babahályak, mindenki, ugye anyuka tudja szerintem, hogy így rágcsáljuk a babát, mert milyen cuki. Aztán későbbiekben is mondjuk, ha csak a saját egyik gyerkőcömből indulok ki, akkor még mindig megmaradt ez a kis dundika forma. Aztán egyszer csak így sokan megnyugszanak, vagy megnyugodnak, amikor azt mondja, hogy na majd a tinikorban megnyúlik, és akkor kezelába hosszú lesz, és minden. Nálunk ez így van. De sokaknál nem így van, és lehet, hogy sokak úgy gondolják, hogy jó, majd ezt kinövi, ezt a kis hurkásságot, és tényleg van, aki ott marad, és ezt egy életen átcipeli. Igen, ennek is van igazsága, a kamaszkorban nagyon sok gyermek megnyúlik. Egyébként is a gyermekkorban van egy szélesség szerint növekvő időszak, aztán egy megnyúló, aztán megint szélesedő, megint megnyúló, mert nem folyamatos a növekedés. De hogy ez az egész fölött van egy nagyon jó kontroll Magyarországon, a védőnőknek a kontrollja, akik követik a gyermekek testsúly és testmagasság alakulását percentilben, és ezt vezetik, és ezt egyeztetik a házi gyermekorvosokkal, és szóval követjük a gyermekek fejlődését, és amikor eléri azt a szintet, hogy kórossá válik, vagy előtte egy lépéssel, hozzá kell nyúlni, és el kell kezdeni törődni ezzel. Változtatni olyan tényezőket, amik ide vezethettek. Hát akkor a változtatás módja az nyilván a diéta lesz, meg a mozgás, de erről majd egy picit később beszéljünk, mert azért szerintem érdemes elmondani azt is a nézőknek, mert sokan tévhitben élnek szerintem, hogy mi a különbség a túlsúly és az elhízás között, és mikor beszélünk elhízásról. Ennek nyilván köze van ehhez az angol rövidítés, ez, amit BMI-nek hívunk, de akkor erről légy szíves, mondj egy pár Igen, gondolatot. Igen, nagyon jól tudod, szerencsére már a köztudatban elég jól ott van. Ez egy olyan mozaik szó, ami a Body Mass Indexnek a rövidítése. Ez a mértékegység az a kilogram per négyzetméter, ebből matematikailag tudhatjuk is, hogy a valakinek a testsúlyát elosztjuk a méterben megadott testmagasság négyzetével, akkor kapunk egyszerűen egy számot, és a számot életkor szerinti táblázatba beillesztve megláthatjuk, hogy az átlag és az optimális adatok szerint hová sorolhatjuk az adott embert. Van ennek egy nagyjából egy középkorú lakosnak 19 és 25 közötti BMI, azaz egészséges testsúlya. Ez alatt 1-2-vel a soványság és a súlyos soványság kategória van, fölötte pedig szintén sávonként enyhe, középsúlyos és nagyon súlyos elhízás áll. Tehát orvosi értelemben az elhízás a helyes fogalom, és annak megfelelően sajnos a fokozatok szerint sajnos jönnek is óhatatlanul a következmények. Tehát az első feladat egyébként mindig, hogyha erről beszélünk, ha ez a téma egyáltalán bármilyen okból feljön, akkor bekategorizálni, hogy csak egy ilyen kis esztétikai probléma van, vagy valóban orvosi értelemben már tennivaló van valakinek az egészsége érdekében. Ugye jó, hogy ezt az esztétikai dolgot felhoztad, mert hogy nagyon sokan úgy vannak, hogy szerintem a legtöbben azért, akik mondjuk túlsúlyosak, azok, vagy elhízottak, azokat azért zavarja. Tehát nagyon sokakat zavar, és nyilván szeretnének ettől megszabadulni. Aztán vannak olyanok is, akik egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy a tükörképük mit mutat, viszont azért vannak olyan problémák, amik jelentkezhetnek ugye a testi elhízással kapcsolatban, tehát hogy azért betegségekhez is vezethetne. Erről beszéljünk egy kicsit, hogy most akkor az esztétikumnak kell megfelelni, vagy az egészségünknek, vagy hogy van ez? Volt olyan korszak, biztosan te is emlékszel, mindenki emlékszik a tanulmányainkból, amikor az volt az ideális, hogyha valaki ilyen szép hurkás volt, volt olyan kulturális környezet, amikor az jelentette egy anyagi jóllétet, hogy valakinek volt pénze ételekre is, és az elhízottság volt az esztétikai példakép. Ma már egyáltalán nem, ma már az egyértelmű példakép az az egészséges testalkat, és mindenképpen az egészség a cél. És hogyha az egészség elérését tekintjük célnak, akkor én azt hiszem, hogy ezt tapasztalom én is, amit te mondasz, hogy valaki látszólag vagy igazából el tudja fogadni, valaki nem. De ha valaki el is fogadja a saját testsúlyát, ami több, mint az ideális, előbb-utóbb valamilyen betegség, valamilyen eltérés az egészségében figyelmeztetni fogja,
hogy ez nem jó irányban vezet. És én orvosként legtöbbször akkor tapasztalom ezt, amikor vagy magas vérnyomás miatt jelentkezik valaki, vagy magas cukor, koleszterin érték miatt, amiknek a megoldása akár automatikusan az odavezető út blokkolásával, akár egy életmódváltás. És valahogy az egésznek a kulcsa azért az életmódváltás, mert az elhízás olyan okból alakul ki az esetek legnagyobb részében, hogy nem megfelelő táplálkozás és nem elegendő mozgás. Az emberek szeretik azt hinni, hogy hormonzavaruk van, hogy betegség miatt nem. És valóban, amikor elkezdünk egy elhízást kivizsgálni, akkor először ezeket a betegségeket kizárjuk, végigzongorázzuk azt, hogy ha valami óhatatlanul oda vezetett, de hogyha legtöbbször azért kiderül, hogy nem, egyébként egészséges szervezetről van szó, akkor a képlet rendkívül egyszerű, hogy túl sok kalóriát visz be, ahhoz képest, amennyi kalóriát egy nap alatt eléget. És ez egy egyszerű matematikai egyensúly. Ha több kalóriát viszünk be, mint amennyit a napi kalóriaégetésünk elhasznál, akkor az a plusz kalória lerakódik zsírszövet formájában. Hogyha ezt megfordítjuk, és ha már a mit tudunk akkor tenninél tartunk, diéta plusz mozgással ezen igyekszünk változtatni, akkor ez a zsírszövet elkezd visszaoldódni, és elkezd jó esetben az izom nem, hanem a zsír raktárak elkezdenek kiürülni, és ezt meg tudjuk mozgatni, ezt a tartalék zsírszövetet. Van néhány alapvetés azért, amit a diéta is, és hangsúlyozom, hogy most mi veled csak a súlycsökkentő diétáról beszélünk. Tehát minden, amit most mondunk, az a súlycsökkentő diétára vonatkozik. Van néhány alapvetés, amit be kell tartani egyértelműen. Kevesebb kalóriát kell bevinni, mint amit elhasználunk. Ez egy üres mondat akkor, ha nem teszünk mögé számokat. Tudnunk kell, hogy mennyi kalóriát kell bevinnünk. És tudnunk kell magunkról, hogy mennyi kalóriát égetünk el egy nap. Ehhez már segítségre van szükségünk. Egyébként nem bonyolult, csak az első nagy sóhajtás és nagy nekiveselkedés. Megnézem, hogy nekem mondjuk a jelenlegi testsúlyom tartásához és az én életmódom és mozgásmennyiségem mellett mennyi kalóriára van szükségem. Honnan lehet ezt megtudni? Van egy szuper applikáció. Dietetikusok, mert ők ennek a diéták nagy-nagy szakértői, óriási tiszteletem feléjük, nagyon értenek hozzá. A Dietetikus Orvosok Országos Szövetsége csinált egy szuper applikációt, egy weboldalt, okostányér.hu az a neve. Az okostányér oldalon rendkívül jó, nagyon könnyű képletek vannak. Meg tudjuk nézni, hogy a gyermekek, a felnőttek, nők, férfiak milyen mozgásformával, körülbelül hány kalóriát kell, hogy egyenek. Nagyon jó. Ötletek vannak ott, főzési tanácsok, receptek, bevásárlólisták, rendkívül jól használható, és ez az okostányér.hu, ez megkapta a Magyar Tudományos Akadémia támogatását is, szakmailag perfekt, nagyon-nagyon jó oldal, nagyon ajánlom. És az egésznek az alapelve egyetlen egy mondatban, hogy magunk elé képzelünk egy tányért, rárakunk mindent, amit aznap megettünk, és ott az arányok kell, hogy stimmeljenek, a megfelelő zöldségmennyiség, gyümölcsmennyiség, hús és egyéb fehérjemennyiség és gabonaféleség. Ha az az arány rendben van, és az összkalória mennyiség rendben van, a napi igényünknek megfelelő, akkor a súlyunkat tartani fogjuk. Ha az a cél, hogy ezt csökkentsük, akkor, és egészségesek maradjunk, akkor az arány megmarad, csak mindenből kevesebb mennyiséget vigyünk be, és többet égessünk el. Szóval ezekkel az egyensúlyokkal lehet játszani. Na most, amióta beszélsz, körülbelül 10 kérdésemre választ is kaptam, úgyhogy ezeket nem is teszem fel. Viszont az egy nagyon régóta foglalkoztat ennek kapcsán, a kalória számolás kapcsán, illetve hogy mennyi az a kalória, mennyire napi szinten szükségünk van, hogy nekem egy kicsit furcsa ez a gondolat, abból a szempontból, hogy mondjuk van egy 20 éves nő, aki ilyen magas, meg lehet, hogy van egy 50 éves nő, aki meg olyan magas, tehát hogy hogyan lehet ezt egy kalap alá venni, hogy mondjuk, mert nagyon sok ilyen diéta kapcsán, vagy életmódváltás kapcsán lehet azt olvasni, hogy
ugyanabba a kategóriába sorolnak be mondjuk nőket, mert ugye férfinőre ez azért nem, nemekre le van osztva. Tehát, hogy nekem egy kicsit ez a furcsa, hogy neked, nem tudom, 1500 kalória kell, de neked is annyi kell, miért? Ez teljesen igazad van, és azért nem igaz, hogy egyforma kalóriák kellenek, de végül is a lényeg az a változás. Ezek átlagszámok, és egyénre szabott kalóriaértékkel. És olyan finom kis minőségi dolgot pendítettél meg. Én annyira szeretném, ha az egész orvoslás is egyénre szabott lenne, és úgy lenne helyes, és mondjuk egy diéta is egyénre szabott lenne, amit nem tudom, kevesen tudják még, de dietetikusok is állnak rendelkezésre, ők is tudnak számolni, tanácsot adni, és a mozgásmennyiségben is edzők, nagyon jó szakértői, akik segítenek elindulni egy olyan úton, mert hogy a súlycsökkentésnek két fontos alapszabálya van, a megfelelő étkezés, diéta nélkül nincs fogyás, megfelelő étkezés és mozgás, anélkül sincs fogyás. Különösen, ha olyan fogyást szeretnénk, ami nem egyszerűen egy testtömeg lecsökkentést jelent, hanem hogy az izmaink megtartása mellett, vagy izmot szeretnénk építeni, vagy tetrekészek, netán sportra készek maradjunk, ahhoz az izomtömeg megtartása mellett szeretnénk testsúlyt csökkenteni, ez remekül, okosan, józan észsel meg lehet csinálni, számolni kell. Ha valaki egy hónapig számol, akkor utána szinte már ilyen rutinná válik. Nagyon jó applikációk vannak, gyerekeimen is, akik sportolnak, látom, hogy a telefonnal a csomagolásoknak a vonalkódjait beolvassák, egy pillanat alatt megvan, és adják össze, és tudják, hogy aznap még hány kalóriát ehetnek, és milyen minőségű ételt, zsírt, fehérjét, szénhidrátot mit ehetnek. Nagyon hamar ilyen készséggé válik. Aki ezt komolyan szeretné, és itt van egy nagyon fontos mondat, annak sikerül. Annak sikerül, aki saját maga dönti el. Csak így halkan mondom, hogy kívülről ösztökélni, hogy fogynod kellene, ezeket felejtsük el. Aki megérett arra, vagy rosszabb esetben az egészsége figyelmezteti arra, hogy változtatnia kell, az fog tudni változtatni, aki saját maga dönti el. Egy nagyon fontos kérdés ehhez kapcsolódik egyébként, hogy aki rászánja magát. Igen, mert egyébként, hogy a kalóriaszámolással kapcsolatban is úgy vannak nagyon sokan, hogy hát én ezt biztos, hogy nem csinálom. De most ez jó, hogy mondtad, hogy ez azért szükséges hozzá. Viszont azt is el kell mondani, hogy ugye ezt már köztudott régóta, hogy 5-ször kéne enni egy nap. És ezt nagyon sokan nem hiszik el, mert azt gondolják, hogy akkor hogy fogok én fogyni, ha ennyi szereszem. Az a tapasztalatom, hogy nagyon mélyre nem tudunk menni tudományosan, de egy picikét, mert a kérdésed olyan fontos és olyan jó, hogy azért nem okos dolog egész nap éhezni és egy nagyot enni. Ez csak egy nagyon pici tudomány, de nyilvánvalóan érthető, hogyha egész nap éhezünk, akkor a szervezetünk, mert hogy a szervezetünkben, a testünkben csodálatos szabályozások vannak, és azzal nem szabad szembe menni, mert az éhezést a szervezet annak veszi, hogy kalóriára van szükség, és óriási éhséget csinál, és egyrészt nem fogjuk tudni megtartani a kalóriabevitel okosságát, hanem sokkal okosabb dolog sokszor kevesebb mennyiséget enni, mert azzal az éhségérzet csillapításával nem lesz nagy kiugró szénhidrát éhségünk, ami után jön egy magas inzulinszint, és az nagyon leviszi a szintet, és újabb éhségérzetet produkál. Szóval bagatelnek tűnő módon a szabályozásunk belül az inzulintermeléssel mégis olyan, hogy akkor viszünk be kevesebb kalóriát, ha sokszor kicsit eszünk, és a hosszú éhezés után nagyon sok kalóriát fogunk magunkhoz vinni. Lenne a beszélgetésnek egy olyan része, hogy a diétekről egy kicsit jobban beszéljünk, meg a csodaszerekről, de most, hogy az órára véletlenül rápillantottam, azt látom, hogy nem fogunk tudni erről most beszélgetni, hanem majd akkor legközelebb egy ilyen témában is várnálak, mert szerintem erről is tudunk legalább ennyit beszélgetni. Viszont akkor még egyszer mondjuk el, és hangsúlyozzuk azt, hogy akkor hova forduljanak azok, vagy hol találnak akkor még egyszer részletes információt erről, mert azért a diétákról is tudnak akkor szerintem ezen az oldalon olvasni. Igen, okostanyer.hu, ez a weboldal, házi orvosok, nagyon nagy segítséget tudnak jelenteni, bizalommal fordulnak hozzájuk, dietetikusok, csak be kell írni a keresőbe, nagyon sok van a mi megyénkben is, nagyon sok jó szakember, személyedzők, ők is tudnak ebben segíteni, és a család ifjú tagjai, a következő generáció, a most fiatalok
rendkívül jók ebben. Mindenkinek a környezetében van valaki, aki ebben ügyes. Bizalommal, minél több információval, alázattal, ha valaki eldönti, ennyi helyről lehet segítséget kérni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és újra beszélgethettünk, és akkor ebben a diéta témában viszont majd várlak vissza szeretettel. Legyen úgy. Szeretném, hogyha legközelebb beszélgetnénk az ilyen tévhitekről, diétákról, és a csodaszerekről is esetleg ejthetnénk néhány szót, mert ugye azt is tudjuk, hogy nem minden az, aminek látszik. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Ez volt mára az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.